leszámítva az első negyedet, amit jóval pontosabb távoli dobásaival, komoly euróligás tapasztalatokkal bíró Lille nyert meg, a szekszárdi csapat két negyeden állt, mégis gyors, szellemes, bátor, sokszor az ellenfél számára kiismerhetetlen játékkal szinte szétszette az izomtornyokból álló fizikálisan fölénybe levő nagynevű ellenfelet. Álomkosárlabdával, Jovanovics és McCall kiemelkedő teljesítményével, no is a magyar játékosok, mint például Teodorán és Gereben extráival, összességében jobb csapatmunkával, mínusz 12 pontról 17 pontos előnyt kovácsolt a csapat. Tombolt a lelátó ekkor, de a Lille volt az ellenfél, amely az utolsó játék részben rá tudta kényszeríteni a akaratát a KSZ-re, és a palánk alatti fölényét érvényesítve, dobó teljesítményben ismét följavulva 71-68-ra följött a végére, abszolút éltetve ezzel a továbbjutási reményét az Euróliga főtáblájára. A jövő szerdai franciaországi visszavágó előtt. Persze a KSZ-szekszárd is nyerni megy Lille-be. Játszottunk egy Euróliga csapat ellen, ez a Villeneuve játszi már évek keresztül Euroligában, és mutatunk, hogy tudunk velünk játszani, azt jelenti mutatunk, hogy talán van helyünk. A találkozó kellemes színfoltja volt az eddig háttérben levő kis virág játéka. A fiatal center kritikus pillanatokban jól védekezett, jól lépett be a játékba, és lepattanót szerzett, pontot jegyzett. Mekkort tudta pár percet pótolni. Az ilyen pillanatokért van bennünk mindig az, hogy megéri csinálni, és megéri minden nap felkelni, edzeni, menni, és nyerni. Szakmai berkekben is nagy érdeklődéssel várják a párharc végeredményét. Pét az Euróligába jutott.